Kursavel emelkedőn járok, az utolsó 2000-es aszfaltos Franciaországban még hiányzik. Ma teljesen válik a francia kollekció. Sok minden a bringázástól szól. Ez a reklám, ez a Cyclo, az is kronométereket ír. Kursavel.com per Cyclo Coach. Több napon netán itt időfutamot rendeznek, vagy nem tudom, meg kell nézni az interneten. Mutatom a másikat. Ez pedig írja, hogy az ember regisztrálja be az emelkedőjét, mennyi dolat megy fel. És egyébként írja, ilyet egyébként még én nem láttam, pedig már mindenhol jártam Franciaországban, ami számít. Ez egy újdonság lehet viszonylag. Meg ez a tábla is, mert máshogy is szokták írni a magasság meg ezeket. Maximális meredekség 9, átlagos 7%, 17,5 km-en lesz 1155 szintemelkedés és 2000 a teteje. Ez a Kursavel emelkedő, ahol Jan Ullrich és Richard Virenque nagyon csatázott 1997-ben, az is egy legendás szakasz volt számomra. Arra emlékezem. 980 méteren tárul elénk ez a panoráma. Megnéztem előbb a térképen. Ez ilyen 2800 és 3200 körüli csúcsok ezek elvileg. Szépnek szép. Miért amerikai a testvértelepülése? Nem tudom, miért ma mondják az amcsikat. Ha csak nem valami rokonság miatt. Onnan a völgyből kapaszkodok fölfelé. Az első árnyatadó kicsi felhőcske. De jól is esik. Épp megjegyeztem itt magamnak az emelkedőn, hogy míg korábban meg azt tűnt fel, hogy hegyről lejövő vizeknél milyen hideg a levegő, most kifejezetten jól esett, amikor oldalra ugye egyszer csak egy ilyen csobogó patak mellett haladtam el. Aztán látszik, hogy 1900 méteren vagyok, és 8% a következő meredek a következő kilométer. Most kifejezetten jól esett, amikor oldalt elhaladtam egy ilyen csobogó patak mellett, és megcsapott a hideg levegője, mert most már sokkal melegebb van. Gyönyörű nyári idő lett. 1300 méteren a Meribel Kursavel elágazásnál található ez a kis kellemes kis tó. Súrosáncokkal, felvonulva. És ott távol egy Kursavel láparáz. Átmentek egy fekvőrendőrön is. Amikor két évvel ezelőtt Pantani nyerte a Alpdüezi szakaszt, akkor Morzin Alpdüez volt, és benne volt Kursavel ez az emelkedő is, meg még néhány, és a vége volt Alpdüez, ami 32-es vagy 31-es átlagot mentek arra a szakaszra. Elképesztő nehéz volt. Elképesztő mennyiségű terrautó jár fel. Lehet, hogy valami építkezés lehet, vagy nem tudom mi, de katasztrófa. Nem is tudom, mintha mit mondjak, hogy mintha hol lenne Magyarországon. Mint a plázát építenének. Ezt tessék nézni. Itt az újabb teherautó. Igen. Már még nem csak 1550 méter magasan vagyunk. Igen, a 2004 helyett. Buffonnak közben másfél perc a hátránya. Igen, itt a téli olimpia, Lagerbilli téli olimpiának voltak különböző színhelyei.
és hát egy mondat itt a sok turista és a sok milliómos lakik. Hát részben ide is jöttek a teherautók, úgy sejtem. Tényleg úgy éreztem magam, mint a 4-es főúton. Minden ötödik autó, teherautó, némelyik pótkocsis. Ott balra is ott vannak a daruk, vagy egy biztos. Aztán még följel mennek. Ugye a repülőtér nem legalul van, kicsivel lenne nyilván fölül, könnyű legyen leszállni, és akkor itt a repülőtérre mennek. Már csak 8 kilométer. De milyen 8? És mi történik? Mert itt elég a fület így bekerekezni a célba. Az biztos, hogy nem. Mert az utolsó kilométeren megrángatták egymást. Kellemesül a zaj. De hát ez kursa, mert tényleg ilyen volt. Mind vagy teherautó, vagy közmunkások, mindenféle. És az ott Kursevel 1850, és a fölött van a repülőtér, ahová én tekerek majd fel. Remélem lesz egy kis erdei út is, nem csak házak. Tényleg katasztrófa. Mint a autópálya építés lenne itt. Látszik az egyik építkezés, oka, helyszíne. Ez itt pedig egy mozgó lépcső, kérem. ...1645-ön járok. És egy szép kis hegyecske. Láttam egyébként, hogy írtak ingatlan fejlesztéseket, üdülőket építenek fönn, de az 1850-esen is, na megint egy. Elképesztő építkezés, mert itt már véget ért a válság. És félelmetesen figyelik egymást. Úgy is patvajon, milyen állapotban van. Itt mond neki vajon. Hajjad, ez nagy szép volna tudni, hogy ellenfed, nem azonos csapatban van. Egyik francia, másik német, semmi nem köti őket össze. Hajjad, mit tudnak lehet, hogy aztán... Lehet, hogy csapat a piszkált neki valamit, nem hiszem. Most 26-os sebességgel hajtottak. Hú, valami megbeszélés van itt. Mit ér meg neked, hogyha megnyert a szakasz? Mi másról beszélhetnének? Mondta, hogy nekem kéne ez a szakasz. Ilyen pofában az egész világ előtt? De, hát hogy mondta, hogy te, nekem kéne ez a szakasz, mert mit szólnak a franciák, hogy itt én még nem nyertem egy szakasz. Ilyen úgyis a sárga trikó. Képzett, ha mindent megnyersz még. Pláne német vagy Franciaországban nem is fognak szeretni. Úrik megmondta, hogy hát mit ér meg neked? Persze, csak mi viccelődünk itt. Hát, majd jelenlegi kerékpásról két legnagyobb alakját látjuk közben. De hát kiderül, hogy ők is csak emberek és nem gépek. Szóval mi az 53-54? A fogszám, ami van a fogas kerék. Félcolos láncnál, igen. Sokkal nagyobb átétellel megy, mint Úrik. Nem a bokpálya volt itt, nem tudom, lehet, hogy... Mi áll a Trisár Virány fejében? Meg kell nyerni ezt a szakot, de...
Nézzük, mi az esemény ilyen panorámás helyen. Egymást érjük ott a teherautó kamionok. Tényleg elképesztő. Ez szavagatlan. Körülbelül több a teherautó, mint a személyautó. Hát ilyeneket húznak fel. De elég szép a házigó. Meg a táj is. Azért ez nem csúnya. Parád és a táj az igazság. És még van fölfelé 250 méter. Milyen, nincs az a város az itt fönn, az nem gyenge. Ezért most 1810 méteren van. Ilyen parádés házak vannak itt, azoknak, akik télen feljönnek. Táj az nagyon tetszik, azért meg kell hagyni. Változatosság kell egy építkezés. Az már a reptér lenne. Az a kifutó pálya. Az volt a célegyenes. 97-ben. Csak 1850-ben. Igen. A reptér biztos, hogy legfelül van. Itt a hegyek között is időtel le lehessen szállni. És még 4 kilométer, ez még sok. Egy ilyet után. Hát és itt. De legalább még egy óra múlva is jönnek, majd gyönyörű szép a házak. Tényleg egy paradicsom. Mikor robbant ránk? Szerintem az utolsó 1 kilométeren, 500 méteren fognak majd. Sprint hajrá lesz? Mi biztos, biztos. Két személyes mezőny hajrá? Igen. Én magam alatt hagytam ezt a nagy építkezés halmazt. És fordulok rá mindjárt a repülőtér kifutó pályájára, hogy így mondjam. Grandéval szemben van Escarpennek 1 perc 40 másodperc hátránya a 7. illetve a 6. között. És Olano? Hogy ezt megcsinálja. Olano az majdnem 4 percre van Escarpentől. Volt már ide befutó, amikor szakadt az eső, és Luc Leblanc nyerte azt a szakaszt Imbrán előtt. Nagy ködben jöttek itt az alagúton keresztül, igen. Ott az 1 kilométeres hurka. Itt a repülőtér. Be a kifutó pálya alá. Itt már kordon van. Itt már kordon van. Na és aztán egymás mellől elindulnak itt a kifutó pályán, mint két repülőgép, és vajon kinyeri? Én mindenket ippelek. Megpróbált mindent egyedül megszökni. Na itt van ez a bizonyos hegyi hajrá még, ami cél előtti hegyi hajrá, igen, ez még ugyankét, természetesen úgy átadja, mert a trikót úgyis ő viseli. Igen, ez egy egyes hegyi hajrá volt, kérünk elő, hogy megint nőtt. Na és mindjárt a cél egyenesbe fordul. Na, 280 méter az egyenes.
micsoda feszültség, hogy mikor, mi, melyik, mit csinál. Ott a célszavadnál. Na. Itt van a helyi ajrá, ez mint van egy ajrá. Igen, az volt még egy előjelző volt, igen. Már van a licse volt. Lehet, hogy még csak ez is előjelző volt. De már nem, nagyon nem lehet, már nincs helyet. Mindjárt vége. Na mi lesz? 400 méter. 400 méter az egyenes, mindjárt lesz. Nem megy Úrik, még mindig nem megy Úrik. Mirenk se látszik olyanak, mint aki nagyon sprintel. Hát lehet, hogy Úrik neki adja tényleg. Nyerjél te. 300 méter. És Úrik odaadja Mirenknek. Úrik odaadja Mirenknek. Na, hol vannak? Valami hajrá lesz azért. Beváltott Úrik is. Mindenesetre Mirenk nagyon néz hátra, de egyáltalán nem. Már Mirenk azért figyel, figyel. Na, Úrik indul! Úrik indul, Mirenk is indul természetesen. Micsoda befutó. Repülőverseny, ez csak egy gyenge élesztés volt. Átolik, hogy Mirenk odafigyel. És Richard Mirenk megkapta azt, amit szeretett volna, a szakaszgyőzelmet. Eszkárten pedig úgy tűnik, hogy megkapja azt, amit nem is álmodott szerintem, hogy harmadik lesz ezen a szakaszon. Úrikat nem érdekelte igazán ez a szakasz, mert az érdekelte, hogy megmaradt az időkülönbség az összesítésben. Úrik megvan a követ. Megvan az összes francia aszfaltos emelkedő 2000 méter fölött. Ebben a pillanatban kezdett el esni. Úgyhogy én megpróbálok öltözés nélkül elhúzni. Meglátjuk, hogy mi lesz. Hát ott látszik gyönyörűen a reptér meg a kifutópálya, meg Hósevel. Nem rossz. Ez egy Franciaország eső, a búcsúzik tőlem. Még este nem kéne. Most sem nagyon más esőzucot, csak esőkabátot osztam. Se cipő, se elsőnadrág, se semmi. Tetszik ez a reptér. 2000 méteren, nem semmi. És az Courchevel. Meg van itt helikopter, felszálló, leszálló pálya is. Fent is, fönt is látszanak utak a hegyen. Ott fogok tekerni. A jobb oldali ház ott középen, az szerintem az La Rosier. Ott van egy-két ilyen hotel, meg múltkor is ott fagyiztam egyet, amikor még 2004-ben mentem át Olaszországba. És ott vezet át az út a kis Szent Bernard hágón át. Itt pedig a sátram. Bizony az a kis Szent Bernard hágó út. És ott a fák lombja mögött ott van a hágó. Innen látszik a kempingből, amerre most tekerek tovább. Még 1300 méter szinten emelkedés ma estig. De hála Istennek lankás, így a Courcheveli emelkedő után belefér. Búcsúzom Franciaországtól. Kellemes egyébként ez a kemping, itt több időt is eltölthetne az ember. Tele van hágókkal a környék, meg emelkedőkkel.
Izenánhágó völgye. Ott jobbra. Tehát ami ott befelé tűnik el. Ez meg az én könnyed kis Szent Bernát hágó utam. Ideális befejezésnek, mert tényleg elég könnyű. Nincsenek már igazán meredek szakaszok, úgyhogy a fáradt izmoknak már megfelel. Ott lent pedig Bourg-Saint-Maurice látszik. Ahonnan én indultam, 836 méteren fekszik. 180-nal vagyok fölötte. 170-nel. Abban a völgyben jártam ott hosszan. Abból ágazott le a Courchevel-i emelkedő. Remélem, hogy a felhőkkel nem lesz semmi bajom. Ma nem szeretnék ázni. Az a havas alatt, ott is van egy 2000-es, Les Arx, az a neve. Ott is jártam. Aztán pont 2004-ben. Kíváncsiuk, mi lesz a felhők sorsa. Mit akarnak? Mennyi esélyem van vajon? Már annyira rohadtul elegem van, de annyira, hogy nem hagy békén ez a rohadt idő, hogy komolyan már néha a videóra káromkodnék, mert egyszerűen... Mindig amerre én megyek, mindig arra esik. És hogy végre már be akarom fejezni ezt a rohadt túrát, de akkor se hagy. Tegnap se hagyott a defektel, most meg megkapom este ezt. Megint hajnali éjfélkor vagy egykor fekszem le? Vagy majd esőbe fogok sötétbe tekerni? Meg esőbe lejtőzni lefelé a Petit Saint Bernardról? Hát komolyan! Már a tele a tököm az egésszel. Csak akartam, hogy lehessen látni a lent a településeket. Elment az eső. Egyenlőre, nem tudom, jön-e még újabb. Egyenlőre elment. A sarkon csak azért nem álltam, mert nagyon szépen látszott Bourg-Saint-Maurice. Csak az az igazság, hogy akkor pont zúgott. Azok a lenti falak fényei. Most járok 2100 méteren, még 2 km a hágó. Ilyenki vagyja, négy érek fel. És az látszik ott, hogy Olaszország. 23 óra 34. Ennyit mutat az óra. Azt pedig Len azt mondja, hogy Olaszország üdvözöl. Reméljük, ott jobb idő lesz. Az ott lent Letuile. Nem tudom, hogy olaszok hogy ejtik. Igazából csak azt akartam megmutatni, 1500 méterre van, milyen klassz így föntről kivilágítva egy település. Ennyi a történet. Éjfél egyébként elmúlt, és óvatosan ereszkedem a vizes úton.